Hello, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a csatornán. Biztosan észrevettétek, hogy elég régen volt már videó, ennek több oka is volt. Történt egy csomó olyan dolog az életemben, életünkben, ami miatt nem nagyon jutott idő a tetkós videó készítésére. Ez volt az egyik. A másik ok pedig az, hogy nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy milyen irányba vigyem tovább a csatornát. Megpróbáltam az elmúlt egy évből levonni a következtetéseket, ugyanis a csatorna most augusztusban érte el a 2 éves kort, és már több mint 2000 feliratkozónk van, amit nagyon köszönök mindenkinek. Szóval elgondolkoztam rajta, hogy milyen irányba is kellene menni, vagy mit is kellene csinálni, mert az volt a baj, hogy bár a technikai videók hozták a legnagyobb nézettséget és a legtöbb feliratkozót, mégis nem éreztem úgy, hogy ez így nagyon nekem jó lenne. Vagyis hát azt éreztem, hogy már kicsit teher, hogy másoknak akarok megfelelni, és ezen őrlődtem folyamatosan, itt egy bogár. Szóval ezen örülöttem folyamatosan, hogy milyen irányba menjünk. Technikai legyen-e inkább, vagy inkább legyen így a szalon bemutatása című dolog. És még mindig nem jöttem rá, hogy mi volna a helyes irány. Úgyhogy aki nézi ezt a videót, az kommenteljen, hogy mit szeretne jobban látni. Mutassak be eszközöket, dolgokat, stb. Vagy maradjon úgy minden, ahogy van, vagy inkább legyen kicsit több a szalon életéből. De mint tudjátok, vagy ha nem is tudjátok, nehéz úgy videózni, hogy közben dolgozzak, közben videózzak, közben nagyon sok új vendég van, és őket sem akarom zaklatni videókkal. A régiek meg már, ha mindig ugyanazok szerepelnének, az uncsi lenne szerintem, úgyhogy eléggé kicsit így megrekedtem, mondjuk úgy, hogy művészi válságba kerültem emiatt. Úgyhogy még mindig agyalgatok, hogy mi legyen, hogy legyen. Attól függetlenül most szedek össze nektek pár olyan videót, ami még eddig nem volt. Megmutatok be is ezt-azt, mármint ilyen új cumót, eszközt. Úgyhogy nagyjából ennyi, nyomatjuk tovább, biztos lesznek még videók, nem biztos, hogy olyan sűrűn lesznek, mert sok minden olyan dolog történt velem, ami teljesen az időmet lefoglalja, és nem akarom, hogy az életem rovására menjen a videózás, de hogy nem ez a fő megélhetés, illetve egyáltalán nem megélhetés a YouTube-ozás, hanem az csak hobbi. Inkább jobban szeretnék koncentrálni a munkára. Most megint visszatértünk oda, hogy így pár hét kihagyás után már ilyen nyögbenyelősen beszélek, miután már egész jól ment a videóba való beszélgetés, de nézzétek el nekem ezt a hibámat, nem olyan könnyű kamerába beszélni. Na jó, csapjunk bele, nézzük, mit tudok összeszedni nektek még, ami érdekes lehet. Erről már régen szerettem volna csinálni egy videót, de soha nem úgy alakult, hogy be tudjam mutatni, de most eljött az idő. Van egy ilyen cucc, és hát már nem sok van benne. Ez egy ilyen kis dolog. Ez arra való, hogy a tűt könnyebben ki tudjuk mosni. Ez így néz ki amúgy, hogy igazából egy ilyen kis szivacs. Ezt úgy szoktuk, hogy ebbe így töltünk bele desztillált vizet, és akkor meg tudja könnyíteni a melót. Például azért, mert ez beszívja a vizet, ott van, és mindjárt megpróbálok közebb enni, hogy lássátok, mennyivel könnyebb. Bocsia, hogy kupi van, csak most fejeztem be egy tetkót, és most
jutott időm arra, hogy megcsináljam ezt. Szóval itt van ez a kis cucc. És igazából én arra jöttem rá, hogy önmagában nem teljesen jó, tehát hogy csak így használjuk, akkor nem annyira jó, mint hogyha mondjuk úgy használjuk, hogy a nagyját kimossuk a szivacsba, és utána pedig öblítjük. Nézzük. Jó, bele van szárazva a festék. Egy kis vizet elbírt volna még. Hát az, és akkor már is elég jól megtisztítja a tűt. Ezen egy kicsit öblítünk. Tehát könnyebb a tűnek a tisztítása, mondjuk két színváltás között. Nagyon jó cucc egyébként. Egyébként sima papírtörlővel is ugyanúgy meg lehet törölni, csak a papírtörlőnél fennáll a veszélye, ugye, hogy fölkap a tű egy kis papírtörlőt, és akkor az nem annyira jó. Akkor ott kell szarakodni vele, hogy ki szedd a tű közül a papírtörlőt, így ez a szivacs, ez meg itt jó, és akkor könnyedén lehet törölni. És amúgy egy tetkót nagyjából kibír egy ilyen szivacs, és akkor látszik is, hogy meg tudom mutatni. A csőr az festékes, de a tű az tök tiszta lett. Úgyhogy ezt már rég meg akartam mutatni, most sikerült végre. Ennyi. Tetszik? Na, milyen lett? Nagyon.